Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A kispályában mindenek előtt egy nagypályás részeredmény. A Hungária körúton Budapesten, az MTK otthonában a Videoton FCF a 35. percben 0-0-ra áll egyenlőre. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 16. fordulójában az előzetes latolgatások szerint a legizgalmasabb mérkőzésnek a Fedél Kft. Fapados söröző találkozó bizonyult, ígérkezett. A Fedél a 6., még a Fapados a 3. helyet foglalt el a pontvadászatban a találkozó előtt. Most nézzük meg ezt a mérkőzést. Köszöntöm a kedves televízió nézőket! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság következő fordulójában, ahol a Fedél Kft. És a Fapados söröző együttesei csapnak össze. A Fapados söröző a bajnoki tabellán a 3. helyet foglalja el, míg a Fedél Kft. A 6. pozíción tanyázik. Ősszel már találkozott a két csapat egymással, akkor 1-1-es döntetlenre végeztek. Ami a Fedél Kft. Esélyeit növeli, az az, hogy a Fapados söröző játékosai délután 6 órától az Ikarusz nagypályás együttese ellen játszottak edzőmérkőzést, hiszen a Fapados gárdájának zöme a Polgárdi együttesében játszik. A Fapados sörözőben a 14-es számú játékos, akinél éppen most a labda van, Kis Gábor, ősszel még a Turulány együttesét erősítette. A Turulány pedig, mint ahogy arról már beszámoltunk, a tavalyi bajnok címvédő. Salat lövése csattant a kapufán, azonban előtte már kint volt a labda az alapvonalon túl. Kis. Hátul adogat a Fapados, tapogatóznak a csapatok egyenlőre. Kisnél a labda. Borostyán mentett. Ismét Kis Gábornál, majd Tújner Viktor a védelemben a párja. Kis. Saját játékosát Salac Zoltán találta el. Tújner. Salac. Szép volt a sarkozás, Kis Gábor. Jó volt a becsúszás. Láng Péter volt az. Illetve Balog Árpád, elnézést kérek. Szöglet, Salac adja be. Tújner lőtt kapura, hárított a kapus. Ismét a Fapados osztja fel a labdát. A passz pontatlan volt. Így az alapvonalon hagyta el a játékszer a pályát. Baló Sándort szerelték. Aztán Balog Árpád keményen lépett közbe.
Tújner végezheti el a szabadrúgást. Lánk Péter próbálkozott egy kapura lövéssel, levágódott, úgy, ahogy Salad Zoltán lövése is. Bedobással jöhet a Fedél Kft. Együttese. Tújner. Ismét levágódik a lövés. Egyenlőre helyzetekig még nem jutottak a csapatok. Salac végezheti el a sarokrugást, ami levágódik Balog Árpádról. Tújner próbált kapura fejelni, azonban kissé alászaladt a labdának. A Fedél Kft. Több játékossal van jelen most ezen a mérkőzésen, mint a Fapados együttese. Így elképzelhető, hogy ők majd jobban bírják szuflával a mérkőzést. Nyolcadik percben járunk. 0-0 a mérkőzés állása. Tújner. Lukács László mentett fejjel. Kis. Vékony jön hátra a labdáért. Kis Gábornál ismét egy előreívelés. Jó volt az elképzelés, de a labda nem jutott el Lánk Péterig. Vékony. Tújner. Vékony kapja, lefordult védőjéről. Salac, 1-0-ra vezet a Fapados. A mérkőzés 10. percében. Borostyán. Revelandé a labda. Salac. Kis Gábor. Tújner. Borostyán próbálkozott egy szereléssel. Világ. Aztán Lukács. Lukács végezhet el szabadrúgást. Borostyán. Cselezget. Az előre ívelt labda pontatlan.
Elhagyja a játékteret. Kis Gábor, Tújner jön hátra a labdáért. 12. perc 1-0-ra vezet a Fapados. Tújner kapja. Egyből próbálta kapura lőni a labdát. Egy pattanás után a lövés céltévesztett. Lukács. Borostyán. Egy becsúszás. Salac. Szép volt a kötény, vékony pedig nem tudta kapura tenni. Mert közbelépett a Fedél Kft. Kapusa. Kis Gábor próbálkozott a félpályáról egy lövéssel. Azonban Ódor Ákos lépett közbe. Tújner keresi társát, akinek adhatja a labdát, aztán Revelant kapusnál köt ki a játékszer. A Fapados próbálja magára húzni a Fedél Kft-t. Salac jól fordult le őrzőjéről. A lövésbe aztán belelépett a Fedél védője. Vékony kapásból a kapu fölé. A 13. perc 1-0-ra vezet még mindig a Fapados öröző Lukács. Jó lövés volt, Revelant védett szépen. Jó a szöglet, Salac ment fejjel. Salac. Fapadosé a labda. Hiszen egy sárga mezes Fedél játékosról pattant az oldalvonalon túlra. A Fedél Kft-ben, zömében a MÁV előre egykori játékosai szerepelnek. Azonban most már szinte csak kispályáznak. Tújner végezheti el a szabadrúgást. Vékony. Kis. Tújner. Holdvilág szerzi meg. A jobb oldalra próbálta kitenni, azonban nem érkezett a társ. Kis. Kis Gábor és Salac Zoltán játszik össze. Aztán olykor a hálóőr is bekapcsolódik a játékba. A Fedél masszívan védekezik saját tér felé, nem próbálkoznak letámadással. Lukács. Vékony, szerzi meg az átadást. Salac. Tújner. Ügyesen lőtte el Tújner Viktor.
szöglet után a fedél indulhat meg. Ódort szereli Tuiner. Láng. Tuiner próbálta visszatenni Láng Péternek a labdát. Láng hozza fel a bőrgolyót. Vékony lövi rá, levágódik a labda. Ismét visszakerül Lánghoz. Salac. Jó a pörgetés, azonban kicsit hosszú. Nagy kapus kidobás. Kis fejel vele. Holdvilág. Kis csúszott be. Tuiner szerzi meg. Ódor. Jó a csel, azonban Salac mégis szereli. Ódor pedig szabálytalan volt. A játékvezető figyelmezteti Ódor Ákost. Nagy lövés a félpályáról. Láng Péter volt az elkövető. A kapu mellé szállt azonban. Salacról ment ki a labda, így a Fedél Kft. Jöhet bedobással. Lukács kapja. Egy nagy csúnya szabálytalanság volt. Láng Péter buktatta Ódort. Talán törlesztett is, illetve törlesztési szándék is volt a dologban, hiszen Ódor elég keményen lépdesett oda eddig a fapados játékosainak. Lukács végezheti el a szabadrúgást. Tóth Péter fut le az alapvonalig. Meg is kapja, beadja középre. Azonban Horváth Zoltán kicsit a labda előtt állt. Láng. Kis kapja. Reveland. Tuiner. Horváth csípte el a labdát. Jók a cselek. Nem tudott betörni a 9-esen belőre. Vékony az ellenakcióval. Még mindig ő. Szép passz. Salac fejéről vágódik a kapu fölé a labda. Lukács a labdával most már. 20. percben járunk. 1-0-ra vezet a fapados söröző. Horváth. Óriási lövés. S hatalmas védés volt Revelantól. Ismét. Szép lövések voltak. Először Tóth Péter lőtt kapura, aztán pedig Ódor Ákos. Láng. Salac. Egészen hátra Revelanthoz. Aki előre íveli, Tuiner. Vékony. Horváth lépett közbe. Kis.
Revelandot támadt a Horváth Zoltán, azon még el tudta lőni a labdát, láng, szép volt a védés. Az a kapu közepe felé tartott a labda, ahol éppen a fedélháló őre állt. Kis. Reveland. Vékony. Kint van a labda. Vékony bedobása. Kis érkezett fölé. Horváth nem érte el a hosszú kirúgást. Vékony. Kis, óriási lövés a kapufáról vágódik ki. A kapus is hozzáért. Nagyon nagy lövés volt. Tújner, Salac, a kapu mellé pöccintette. A kirúgást rögtön visszafejelte Kis Gábor, a fapados leghátsó embere, Tújnernél már, és holdvilágról megy ki. Így szöglettel jöhet a fapados. Lánglőtt kapura. Holdvilágról pattant ismét a játéktéren kívülre. Tújner próbált fejjel veszélyet. Láng. Tóth. Nem tudott felszabadítani. Rózsa. Lukács. Tóth kapja. Horváth Zoltán megelőzte őt, Tújner Viktor. Szép volt a passz. Salac, Tújner kapja vissza. Megforgatja védőit. És hosszan szökteti magát. Láng szerez labdát. Egyedül. Vékony. Lecsúszott a lábáról. Horváth. Lukács. Kényszerítőzni próbált Horváth Zoltánnal. Salac. Vékony, nem tudott elmenni Tóth Péter mellett. Szép lövés volt, Reverendnak kellett vetődve hárítania. Rózsa Csaba lőtte rá a labdát. Tóth. Kint van. Revelandnak kellett ellőnie kiszorított helyzetből a labdát, hiszen rátámadtak a fedél támadói. Lukács. Kis. Rózsát szerelte Vékony, a 2-3-as összecsapása, és Vékony lőtt el. 13 méterről elkerülte a kaput. Lukács. Tújner. Tótról vágódik le. Letelt az első 25 perc, tehát Fedél Kft. Fapados söröző 0-1. Rutinos nagypályások, elszánt trónkövetelők, finom cselek, kemény összecsapások, nagy gólok, parás hangulat, mindez kispályán. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályú mérkőzéseinek összefoglalója márciustól szombatonként a Fehérvár Televízióban.
Megkezdődött a második félidő. Hát a Fapados söröző 1-0-ra vezet a Fedél Kft. Ellen. A gólt Salac Zoltán szerezte a 10. percben. Revelant hozhatja játékba a labdát. Kirúgással Tóth. Rózsa. Jó volt a csel. Rózsa Csaba, még mindig ő. Betört a 6-oson belülre, aztán Revelandé a labda. Salac rúgott utána az ellenfél támadójának. Aztán egy kemény belépő ismét. Revelant nagy kidobása. Vékony felé állt a túloldalra Lángnak. Új, visszatett labda. Óriási gól! Salac Zoltán megszerzi a Fapados második és saját maga második találatát. A második félidő második percében. Móder Krisztián szerelt. Aki most új játékos a Fapados soraiban. Horvát. Kezd kemény lenni a mérkőzés. Nagy lövés volt azonban messze a kapu mellé. Balog Árpád tüzelt. Kis szerelik, aztán Salac is ugyanezt teszi, Horvát, Tóth, szép volt a passz és kapásból Tóth Péter próbálkozott kapura lőni azonban. Láng kidobása, Balló. Horváth Zoltánról ment ki a labda. Így a Fapados jöhet. Hozhatja fel a labdát. Szövegetheti a támadást. Salac, vékony. Tóth támadta. Salachoz került vissza. Jó a csel. Lángnak kellett hárítania ismét. Salac végzi el a szögletet. Láng elcsavarta a kapu mellé. Tóth. Horváth. Kis. Salacnál. A kapus kirúgása rossz. Ismét a Fapadoshoz kerül a labda. Láng bedobása. Egészen hátra Revelanthoz. Aki vékonyt kereste labdájával. Aztán Móder szerezte meg. Láng adja vissza egészen hátra. Kis Gábor. Horváth Zoltán lépett közbe. Vékony, Láng, nagy lövés, nagy védés. A két Láng Péter. Hiszen a Fapados 8-as számú játékosát is Láng Péternek hívják, még a Fedél hálóőre is ugyanerre a névre hallgat. Revelant, vékony. Még mindig ő cselezget. Passz azonban már nem jó, némi szerencsével a Fapadosnál marad a labda, szép a sarkozás, a kapu mellé ismét. A Fedél nem találja az ellenszert a Fapados játékának. Helyzetik még
nem igen jutott a második félidőben a Fedél Kft. A Fapados pedig látványos akciókkal fejezi be támadásait. Most Kis Gábor lőtt kapura. Móder Krisztián bedobása, Vékonyt kereste, aztán Móder lövi rá, a kapusról megy ki, szögletre a labda. Harmincegyedik perc, 2-0-ra vezet Fapados, Salac próbálkozott ismét egy lövéssel, Lukács lépett közbe. Közben cserélt a Fedél Kft. Együttese. Rózsa Csaba helyett Borostyán Csaba érkezett. Salac dobja hátra kapusának, aki Vékonyt kereste ismét, fejjel szöktette lángot, már kint volt a labda. Lukács. Balog Árpádot próbálta volna futtatni a jobb oldalon, azonban elakadt a Fedél támadása. Horváth Zoltán lépett közbe Móder Krisztiánnál. Móder Krisztián megmozdulását szabálytalannak ítélték a játékvezetők. Salac indulhat meg, Balog szerel, még időben ért vissza. Salac szöglete Bolláról vágódik ki, és Bolla indulhat. Horváth Zoltán, itt a szépítési lehetőség, azonban Láng Péter szerel, egyedül indul meg Móder, a lángkapus vetődött ki szépen és hatékonyan. Láng. Tujner. Salac. Lukács szereli. Messziről lövi el, egészen pontosan Revelant kezébe. Móder, Balog állította meg. Második félidő, 9. perce, 2-0-ra vezet a Fapados öröző. Mindkét gólt Salac Zoltán szerezte. Aki fivérével, Salac Jánossal együtt a Videótonban nevelkedett sokáig. Revelant kirúgása. Tujner felé Holdvilág mentett. Tujner bedobása, Salac nem találta el jól a labdát. Lukács kirúgása. Balog. Tujner lépett. Balog. Nem volt jó a bedobás. Tujner. Revelant kirúgása Salac felé. Kint van a labda. A Fedél végezhet el bedobást. Borostyán. Balog. Móder. Jól állította meg, és jól vette észre Lány Pétert a jobb oldalon. Kis Gábor.
kitessékelik a pályáról. Móder bedobása. Lukács fejeli ki. Láng. Revelant szedi föl a földről, aztán kidobással próbálkozik. Salac. Láng. Salac ismét. Jó a csel. Két ember között adta hátra Láng Péternek. Tuiner. Kint van a labda. Lukács bedobásával Bolla. Nem bírt elmenni Kis Gábor mellett. Lukács. Bolla. Revelant szedi le. Láng. A kapus hárít lábbal, aztán még ott a lehetőség, most már nem. Balog indulhat meg a bal oldalon. Elviszi mindenki mellett, középre adni azonban már nem tudta, Kis Gábor lépett közbe. Bolla szöglete. Lukács szerzi még meg az alapvonal előtt. Most már azonban a Fapados fordulhat. Móder nagy gól. Szép támadás volt, és Móder Krisztián nagyszerűen találta el a labdát. És a második félidő 13. percében 3-ra növeli a Fapados előnyét. Tuiner cselezget, Borostyán szereli, aztán Salac állítja meg. A Láng kirúgása. Salac még eléri a vonal előtt, azonban középen nem érkezett senki a beadott labdára. Balog Árpád. Nem értették meg egymást Bollával. 9. perc, 3-0-ra vezet a Fapados söröző. Salac buktatja őt, a 19-es számú Szenner Zsolt. A 6-os vonal előtt. Tuiner végzi el a szabadrugást. Levágódik a sorfalról. Szöglet. Láng szöglete egészen hátra. Kisnek, aki kapásból lő a kapu mellé. Itt egy 2 méterrel, 2,5 méterrel került el a ketrecet a labda. Láng kirúgása. Borostyán rossz labda levétele eredményezte azt, hogy most a Fapados jöhet bedobással. Revelannál a labda egészen hátul. Bolla szerzi meg. Móder. Szenner. Holdvilág. Még mindig ő. Kint van. Horváth Zoltán és Szenner játszik össze. Most ők a hátsó páros a fedélnél. Holdvilág. Borostyán. Horváth. Móder. Horváth Zoltán előzte meg Vékonyt.
mintegy 8 perc van még hátra a mérkőzésből. 3-0-ra vezet a Fapados. Szenner. Müller csípi el az átadást. Tuiner. A sarkozás nem jött be, pontatlan volt. Borostyán, majd pedig Bolla. Még mindig ott a labda. Láng hozza ki és tartja meg. Müller. Borostyán. Ódor. Szép lövés, szép védés. Szöglet. Óder. Revelant hárít. Ódor Ákos pedig szabálytalankodik az ellenfél hatosán belül. Kis Lajos játékvezető figyelmezteti is. Tuiner. Ódor piszkált még bele az átadásba. Így lett belőle szöglet, melyet Vékony végezhet el. Kis érkezik. Még mindig nála a labda, egészen hátra Revelanthoz. Ezzel is lopva az időt. Vékony fejelé le. Tuiner sarkazza hátra. Müller. Kint van. Kis bedobása Vékony felé szállt volna, azonban Ódor megelőzte őt. Tuiner végezhet el szabadrúgást. Kaputól mintegy 15 méterre, azonban Kis Gábor lőtte rá. A labda még mindig a Fapadosnál marad. Müller. Láng messziről kapu fölé. Második félidő 19. perce, 3-0 a Fapados javára. Vagy azt már mondtam, ősszel 1-1-re végzett a két együttes. Nos most, az biztos, hogy ebből a mérkőzésből már nem lesz olyan szoros csata, mint amit akkor vívott a két együttes. Revelant kirúgása. Szenner előzte meg Vékonyt. Visszakerül a játékszer a Fapadoshoz. Most indulhat a fedél. Visszaérnek a védők. Ódor. Túlságosan körülményesek voltak a fedél játékosai. Nem is jutottak el a kapuig. Öt perc van még hátra a találkozóból. Ódor. Müller lépett közbe. Horvát. Ódor. Egy kötényt mutat be. Kis Gábor lövi ki a labdát. Láng. Kis. Vékony. Aztán Müller viszi el. Horváth szereli. Még mindig ott van Müllernél. Gólszerzési lehetőség, azonban a kapu mellé durrant. Láng. Ódor. Láng szerz vissza, Revelant, majd Kis Gábor a labda útja. Láng, jó a csel, Vékony, Szenner lép közbe.
4 perc van hátra a mérkőzésből, 3-0 a Fapados javára. Ódor. Szenner. A Fapados öröző ezzel a győzelmével beérheti a Klubfeca együttesét. Azonban a Klubfeca még adós egy mérkőzéssel. Láng. Kis Gábornak hátra. Nagy lövés a kapusárit. Még mindig a Fapadosnál a labda. Szép volt a kényszerítő, az összjáték. Tujner lőtt kapura. És ismét Láng Péternek kellett hárítania. Vékony kapufa. Aztán Horváth Zoltáné, a kipattanó most már. Jó hozhatja fel a támadást. Tujner lépett közbe. Egészen előre Vékonynak. A Fedél Kft. Abban az esetben, hogyha marad ez a 0-3-as végeredmény, akkor visszacsúszik a bajnoki tabellán, hiszen a Süni és barátai együttese megelőzi őket. Valamint a Blue Hétfő is beéri a Fedél együttesét. Két perc van még hátra a mérkőzésből, 3-0-ra vezet a Fapados. Szabadrúgást végezhet el a Fedél. Horváth a labda mögött, vele szemben. Pedig Tujner Viktor. Holdvilág. Kis mentett. Rózsa, Horváthnak hátra, Rózsa kapja vissza, nagy lövés Kisről vágódik le. Ódor végezhet el szögletet. És újból ő állhat a sarokpont mögé. Horváth. Reveland. Salacot indítja, azonban Horváth Zoltán még elcsípi a labdát. Rózsa. Egy mindig ő. Ódor. Egy csel. A Fedél most kezdi összeszedni magát. Úgy gondolom előbb kellett volna. Nem az utolsó percekben. Rózsa. Kisről vágódik ki. Az alapvonalon túlra. Ódor. Tujner akadályozza meg a beadást. Az utolsó percben járunk. Hosszabbítás percei, és ezzel vége a mérkőzésnek. Tehát a Fapados öröző 3-0-ra velte a pályaválasztó Fedél Kft. Együttesét. És így tovább menetel, illetve továbbra is versenyben marad a bajnoki címért, illetve a dobogós helyezésekért. Tehát még egyszer a végeredmény, Fedél Kft. Fapados öröző 0-3. És most egy NB1-es részeredménnyel szolgálnék. Az MTK otthonában a Videoton FCF Szalai Csaba 14. második félidő 14. percében lőtt góljával 1-0-ra vezet. Tehát ez az örömteli hír. És hogy mi történt még a héten, a hét többi mérkőzésén, azt a következő összeállításból tudhatják meg.
A 16. forduló küzdelmeit hétfőn a Süni és barátai bádogos összecsapás nyitotta. A 7. helyezett pályaválasztónak csupán 2 pont előnye volt a mérkőzés előtt a bádogossal szemben, így kemény, küzdelmes találkozóra lehetett számítani. Így is történt, az első félidőben mindkét együttes egyszer-egyszer talált az ellenfél hálójába. A második 25 percben aztán a Süni úgy gondolta, hogy ő a középmezőny elejére szeretne felkapaszkodni, és ennek meg is lett az eredménye. Kivárva a megfelelő pillanatot, Bozai Attila döntötte el a 2 pont sorsát, így a Süni és barátai 2-1-re verte a bádogost. Őszinte akarok, hogy sírni tudnák a méregtől, mert ez nem igaz, hogy olyan gólt kaptunk, ami elkerülhetett volna. Igaz, hogy nem volt rossz ellenfél, tehát egy nemes ellenfél volt a Süni és barátai, de úgy érzem, hogy mindahogy múlt héten is egy olyan meccset vesztettünk, amit lehetett volna hozni, lehetett volna nyerni. Most mennyire elbuktunk egy ilyen hajszálon, mert olyan meccs volt ki alapon, aki rúgja a gólt, az nyeri. Nyílt sisakos meccs volt, sajnálom, végtelenül sajnálom, hogy nem tudtunk, mert ez, a csapat is egy kicsit ezzel hátrább kerül. Föl tudtunk volna egy kicsit lépni, előrébb tudtunk volna lenni. Az, ami a következőkben jó lehet volna, mert ez egy kicsit jobban tele tudta volna szívni magát az ember egy kis dicsősége, és akkor könnyebben mentek volna a meccsek. Gyávák voltunk. Tehát nem harcoltunk. Nem, az én kis csapatom nem erről híres, hogy olyan langyos, hanem harcosan, nem durván, hanem igenis harcosan, brusztolva. Természetesen lett volna lehetőség, hogy kicsit széthúzzuk a játékot, mert mindenki látszott, de valahogy úgy éreztem, hogy igenis gyáva nyuszik voltunk. Na. Aztán következett az a találkozó, amely a papírforma szerint átlagos mérkőzést és könnyed turulány győzelmet ígért. Nos, nem így történt. A Zöldker 96 Kft. Játékosai elszántan és okosan játszottak. A parás hangulatú és csontzenétől sem mentes összecsapáson, hol egyik, hol másik csapat szerzett vezetést. 3-3-as félidő után is nagy volt a küzdelem. Az utolsó percekben Horváth Gábor szerezte a Zöldker 6. gólját, ami azt jelentette, hogy röviddel a zárás előtt a kockás mezesek vették át a vezetést. A rendes játékidő már letelt, ám a bírók nem fújtak sípjukba, engedték a játékot. Ez volt a turul szerencséje, hiszen csak ekkor tudott egyenlíteni a bajnoki címvédő, így a végeredmény 6-6. A lefújás után fokozódtak az indulatok, ám a Zöldker kitűnő játékosa Emmer László higgadtan értékelt. 2 góllal vezettünk, beintették, ahogy lejárt az idő, beintette a kis Lajos úr, hogy fél perc van hátra, és utána másfél percig tartott a meccs. Tehát elvileg, hogyha itt van zsűribizottság, akkor meg lehetne óvni a meccset, de mivel nincs, így hát sajnos mi is elszúrtuk, mert nem kellett volna fölpasszolni, meg fölrúgni a kapusuknak a labdát, hanem meg kellett volna tartani. Csak egy kicsit elfogyott az erő a végére már, mert azért nem vagyunk 20 évesek, mint az ellenfél volt. Amennyit tudunk, nyújtunk, még felszívjuk magunkat, amennyire lehet. Hát tényleg a játék kedvéért, mert aztán itt tényleg nem lehet megindokolni semmivel, hogy bármiféle egyéb a tét, mint a játék szeretete. Nagyon rutinos és kimondottan védekező típusú játékot játszottak. Hát nem tudtuk, az a lényeg, hogy keveset futottunk, és nem tudtuk őket igazából szétzilálni, és ebből adódott, hogy elég szoros lett a mérkőzés, de végül is, hát nem tudom, talán egy kicsit bírói segédlettel, de nyertünk, vagyis hát x-eltünk. A hétfői játéknap utolsó mérkőzésén a sereghajtó MÁV gépészet a Blue hétfőt fogadta. Mivel célunk a középmezőnyben végezni, mindenképpen muszáj pontot szereznünk most már. Eddig 2 meccsünk volt, szereztünk 1 pontot, győznünk kell. Mi az erőssége a csapatnak? Próbálunk fegyelmezett csapatjátékot nyújtani, mert nem vagyunk sztárok igazából. A fegyelem, talán ezt emelném ki elsősorban. Egyébként mennyire összeszokott a csapat? 5 éve játszunk együtt, 5 év alatt talán 2-3 érkeztek hozzánk, úgyhogy eléggé együtt vagyunk. Meglátjuk majd, ez mire elég. Az első félidőben a nem csak nevében, de mezében is kék Blue hétfő felőrölte a MÁV védelmét, és 2 gólos előnyre tett szert. A második játékrészben a MÁV gépészet komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy elkerüljék az őszi idényben elszenvedett 4-0-ás vereséget. Ennek eredményeként a második 25 perc alatt jobb és hatékonyabb játékot mutatva szépíteni tudtak. Ennél többre azonban nem futott a erejükből, így a találkozót a Blue hétfő nyerte 2-1-re. A második játéknap nyitó mérkőzését a Mástészta és a Bombombolt vívta. A tabella 13. pozícióját elfoglaló Mástésztának már minden mérkőzés élet-halál harcot jelent. Így tehát a 4. helyezett Bombon ellen is csak a győzelem lett volna az elfogadható eredmény, hogy a csapat elkerülje a kiesést. Nos, a Csucsánszki Zoltán nélkül felálló Bombon így is favoritnak számított, és ezt igazolták is a mérkőzés folyamán.
A másrészt a hősiesen helytállt, többször is megközelítette kékmezes ellenfelét, de a vezetést egyszer sem sikerült átvennie. 2-4-es fél idő után mindent megtettek a sárga feketék, de a kiadott helyzetek megbosszulták magukat, és végül a bombombolt gólgazdag mérkőzésen 6-4 arányban kerekedett felül ellenfelé. A csapatból 4-en hiányoztak, kezdő csapatból, és egy kicsit tartalékosan álltunk fel, plusz sérült játékossal, úgyhogy más nem volt a cél, csak mindegy, hogy csak nyerünk. Mennyire volt kemény a mérkőzés? Nagyon azért itt nincs olyan kemény játék, de azért van egy-két olyan szabálytalanság, amit azért le lehetne fújni. Itt is azért hátulról való becsúszás, mert itt is van becsúszás kispályán sajnos, és azért ez veszélyes itt, mert leragad, néhol még a kézilabdás után vakszos, és itt azért a boka az ott marad. Ez az újítás, hogy két játékvezető vezeti a mérkőzéseket, ez mennyiben más, illetve mennyiben jó dolog? Hát ez nagyon jó dolog, ezt már előbbre kellett volna hozni, mert van olyan szabálytalanság, amit a másik játékvezető egy 20-30 méterre nem vesz észre. A Bombon az lényegesen jobb csapat, mint mi, bár meg kell mondanom, hogy önmagához képest ez volt idáig a leggyengébb Bombon volt, amit én valaha is láttam. Azt kértem a játékosaimtól, hogy a mérkőzéssel élve nagyon figyeljenek, akkor talán lehet esélyünk, mivel a korai kezdés az ellenfélnek se tűnt túlságosan jónak. Sajnos ez nem vált be, mivel már a 30. másodpercben egy óriási védelmi hibából gólt kaptunk. Utána még ugyan tudtunk fordítani, de hát sajnos még ettől a verhető Bombontól is kikaptunk. Mikorra várható az első győzelem? A jövő hétfőn 8 órakor a Blue hétfő lesz az első győzelem. A bajnokságot magabiztosan vezető C plusz V a Fevita ellen lépett parketre. A találkozón érvényesült a papírforma. A Róma mezben játszó C plusz V gyors, tetszettős támadásokkal operált ellenfelével szemben. A rutinos nagypályás játékosokra épülő csapatban ezen a mérkőzésen a gárda első embere, Horváth Ferenc is több szerepet vállalt, és impozáns akciók végén rendre helyén volt és gólokkal hálálta meg társai előzékenységét. A Fevita ezen a találkozón nem mutatott túl nagy ellenállást, sőt mondhatni a védekezéssel egyáltalán nem foglalkozott, csupán a gólszerzésre törekedtek játékosai. Ennek, no meg a kapuban szorgoskodó Diszl Péternek köszönhetően a C plusz V 7-2-re lépte le a Fevita együttesét. Ez egy olyan csapat, hogy itt egymásért mindent elkövetünk már évek óta, amióta én itt vagyok, meg hát előtte ők eleve már profik voltak ebben a játékban. Hát remélem, hogy az idén visszavágunk a turulnak és meg tudjuk nyerni a bajnokságot. Egy ekkora sikereket megélt kapusnak mekkora élmény a kispályán játszani? C plusz V egy nagyon nagy dolog. Azt hiszem, hogy amikor én elkezdtem a Fair Kft-be, akkor is én mindig azt vártam, hogy ide kerüljek ebbe a csapatba, hiszen ez a legjobb csapat, úgy mint közösség és úgy mint játéktudásban is, úgyhogy nekem elvileg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt játszhatok. Az őszi fordulóban a csekáiktól 3-1-re kaptunk ki. Reménykedtünk egy szorosabb eredménybe, de én szerintem a sokszoros bajnok ellen ez egy aránylag megtisztelő szoros eredmény a 7-2-s. A csekáiknál, mivel hogy több mint 10 éve együtt fociznak, ők tudják, hogy üres területre berúgott labdákat hova érkezik, és sajnos a támadással nem érkeztünk vissza, ők pedig már állandóan az üres területre berúgott labdára érkeztek, és csiki-csuki sajnos ilyen gólokat kaptunk. Pénteken a VOK küzdőterén csapott össze a Gallon Kft. És a bajnokaspiráns klub Feca együttese. Az őszi idényben a Feca 5-2-re verte a Zebrákat, így most is ők tűntek esélyesnek, már csak azért is, mert a Gallon Kft. Csupán a 9. helyet foglalta el a bajnoki pontvadászatban. A várakozásoknak megfelelően kezdtek a csapatok, és ezt a tendenciát folytatták is. A Gallon Kft. Védelme képtelen volt hatástalanítani a nagy kedvel játszó, egykori videótonos Máriási Zsoltot, így ennek köszönhetően most sem számíthattak kisebb gólkülönbségű végeredményre. A találkozót a klub Feca nyerte, ismét 5-2 arányban, ami azt bizonyítja, hogy a két csapat közötti differencia nem változott a télen. Megpróbáltunk minél több gólt rúgni, és se sikerül nyerni. Jó kis meccs volt, az elején volt egy kis tűz, de hát ez egy ilyen sámja a kis pályás játéknak. Megmondom őszintén, elég egy jó vérű brigád, és néha benne vannak egy ilyen mérkőzésen, amikor egy kicsit nem úgy megy a játék, mint kellene, vagy esetleg nincs meg még az az eredmény, amit szeretnénk, akkor néha vannak ilyen összezördülések, de hát ezt mérkőzés után egy üdítő vagy akármi mellett meg tudjuk beszélni. De látható hangulata, hogy semmi gond mérkőzés végén. Második félben kicsit megpróbáltunk játszani. Igaz, hogy egy cserénk volt összesen, de erőtettük a játékot, végülis 2-2-re felhoztuk. És bekaptunk utána egy fejes gólt, ami behullott a játékossal, és sajnos azzal már nem tudtunk mit csinálni két ember közé. Úgy számoltunk, hogy talán szoros lesz a mérkőzés, de jobb csapatnak tartjuk őket. Nézzük tehát a 16. forduló eredményeit kronológiai sorrendben.
Süni és barátai, Bádogos 2-1, Turulány, Zöldker 96 Kft. 6-6, Mávgépészet, Blue Hétfő 1-2, Mástészta, Bonbonbolt 4-6, Fevita, C plusz V 2-7, Fedél Kft. Fapados Söröző 0-3, Gallon Kft. Klubfeca 2-5. A tabella a következőképpen alakult az eredmények tekintetében. Továbbra is őrzi vezetőhelyét a C plusz V 30 ponttal, második a Klubfeca 26-tal, harmadik a Fapados Söröző 24 ponttal. Negyedik a Bonbon, ötödik a Turulline, hatodik a Süni és barátai, hetedik a Fedél, nyolcadik a Blue Hétfő, kilencedik a Gallom, tizedik a Bádogos, tizenegyedik a Zöldker 96 Kft., és leszakadva 12. a Fevita, 13. a Mástészta, és 14. a MÁV gépészet 5 ponttal. A kispálya küzdelmei hétfőn, szerdán és pénteken folytatódnak majd a Köfém sportcsarnokban, illetve a Videoton oktatási központ küzdőterén. Információink szerint a Videoton 10 perccel a mérkőzés vége előtt még mindig vezet 1-0-ra az MTK ellen. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, kispálya legközelebb szombaton jelentkezik ismét a Fejérvár Televízió műsorán. Viszontlátásra!